Több mint 200 ezeren fordultak az elmúlt héten légúti panaszokkal orvoshoz, közülük 30 ezer embernél diagnosztizáltak influenza fertőzést. A betegek nagy többsége gyermek. Habár Komárom, Esztergom, Győr, Moson-Sopron és Békés vármegyében azonosították a legtöbb fertőzöttet, Fejérben is rohamosan nő az esetek száma. És mint ezt a házi orvosoktól megtudtuk, az influenza mellett továbbra is sok koronavírusos esetet azonosítanak. Valóban nagyon sok felső légúti fertőzés van, és jelen van minden, van influenza, van egyéb vírusfertőzések, vannak bakteriális fertőzések, és sajnos jelen van még a koronavírus fertőzés is. Most is vannak covidosok, mi tesztelgetünk a rendelőben is, folyamatosan vannak covidos eseteink. A teendő ugyanaz megelőzést illetően, védőoltás és nagyon gondos felelősségteljes higién és szabályok betartása. Mosolygó Éva azt mondja, még most sem késő kérni az influenza elleni védőoltást. Ugyanakkor a házi orvos szerint a vakcina más jellegű betegségek esetén is segítheti a szervezetet. Az, aki minden évben él az influenza vírusoltás lehetőségével, annak valahogy trenírozza a védekező rendszerét ez az oltás, és az összes többi kórokozóval szemben is kicsit jobban reagál az immunrendszer, rövidebb betegségek, enyhébb tünetek, vagy akár betegségmentes telet is meg tudunk csinálni így. Specifikusan csak az influenza vírus fertőzést védi ki, de sokkal jobban reagál az összes többi légúti fertőzéssel kapcsolatban is a szervezet. A gyerekközösségekben elvégzett virológiai vizsgálatok alapján egyébként két kialakuló járványt is azonosítottak, az influenza A mellett egyben az RSV jelenlétét is igazolták. Többen kórházba is kerültek a vírus miatt, nagy többségük a 2 évesnél fiatalabb, illetve a 60 évesnél idősebb korosztályból kerül ki.